A mérések kezdete óta az idei volt a legmelegebb június a Földön. A szokatlan forróságot megtapasztalva egyre több embert kezdett el komolyan aggasztani a klímaváltozás problémája. Hát lesz baj, de a világ el lesz. Csak mi nem leszünk már el. Illetve a te származottaid meg az enyémek, szóval őértük kéne aggódni. A növekvő esetszám fényében az Amerikai Pszichológiai Társaság évek óta fontolgatja, hogy a klímaváltozás miatti szorongást felvegye a pszichológiai rendellenességek listájára. A Mindset pszichológusa Hátszegi Eszter szerint a jelenség már Magyarországon is érzékelhető. Van olyan kliens, aki kifejezetten ezzel a témával keres meg, hogy az életét olyan mértékben akadályozza a klímaváltozással kapcsolatos szorongás, hogy az már akadályozza a mindennapi feladat elvégzésében, egészséges életvitelében. A helyzetet rontja a tehetetlenség érzése, hiszen az egyes ember eszköztára ebben az ügyben véges. Amit lehet, próbálok megtenni, tehát például nem vásárolok ilyen műanyag palackokat, inkább szódát használok. Következő autóm az lesz, hogy hibrid meghajtású lesz, tehát hogy ami ilyen lépéseket az én életemben tudok tenni, azokat megteszem. Vidéken a klímaváltozás mint probléma élesebben jelentkezik. Bács-Kiskun megyei tanyáján Ördög András állattartó évről évre szembesül a húsba vágó következményekkel. Ebben az évben megtapasztalhattuk azt, hogyha nincs téli csapadék, és nincs tavaszi csapadék, akkor ijesztőennek tűnt a fű kihajtása. Vagyis nem tudtuk még akkor, hogy tudunk-e kaszálni, lesz-e, mit egyenek az állataink. Ördög Andrásnak évente 300 bálára van szüksége az állatai etetéséhez, és idén még csak 100 hetet tudott betakarítani. Mégsem érzi tehetetlennek magát, mert vannak még eszközök a kezében. Ez a csatorna, ami tulajdonképpen pár kilométerről indul és megy a Dongérba, ez tavaly sikerült ezzel az egyszerű homokzsákos létesítménnyel visszatartani a vizet, és szétterítenünk ezen a gyepen. Ezért nagyon jó eredménnyel kaszáltunk, és 60 bálát tudtam tavaly kaszálni. Ha nincs eső, akkor viszont nincs víz sem, amit vissza lehetne tartani. Ördög András is azt fontolgatja, hogy hosszú távon csökkentenie kell az állatai számát, ha a mostani trend folytatódik.